Sziasztok! Megmutatom, hogy kell joghurtot készíteni, pontosabban, hogy én hogyan szoktam. Házi tejből készítem, amit több mint 10 éve egy srác hoz hozzánk, egy tejgazdaságból, tehát nagyjából a tehén tőgyéből. Ez a tej nincs homogenizálva, nincs pasztőrözve, házhoz szállítja, és hetente azonos mennyiséget rendelek tőle, egy héten kétszer hoz, és nem mindig tudtam, hogy mit csináljak a maradékkal. Nem tudtam, hogy mennyit fogyaszt a család, és tőle tanultam meg a joghurt készítésnek, meg a sajt készítésnek, és a csínyát, binyát. Ezekkel ugye tartósítani tudjuk, a tejet sokkal tovább eláll. A sajtot megmutatom egy következő epizódban, most a joghurtot mutatom. Ebben a lábosban látható is, ez egy 4 literes lábos, hogy körülbelül 2,5 liter tej van. Ehhez kikészítettem ide néhány üres üveget, amiben majd a joghurtot beleteszem. Egy tölcsért, amivel majd ugye az üvegbe tudom mérni a joghurtot. Amit itt láttok, ez az előző joghurt. Ez most már körülbelül 10 napja bent van a hűtőbe, de az is lehet, hogy több. Eláll akár 3 hétig is, én már kipróbáltam. Mindig elteszek egy kis adagot az elkészült joghurtból, és ez lesz a következőnek az oltóanyaga. Amit még láttok itt, az egy nagy lábos, mert a joghurt egy pár órán keresztül meleg helyen szeret lenni, úgy alvad meg, és ebbe a lábosba fogok meleg vizet tenni, ebbe fogom beleállítani a kis joghurtos üvegeket megtöltve, le is takarom a fedővel, és egy 6 óra alatt elkészül a joghurt. Tehát azzal kezdem, hogy először is a teljes tejmennyiséget felforralom. Felforrt a tej. Most beteszem a mosogatóba, hideg vízbe, hogy kihűljön. Az a célom, hogy kézmelegre, vagy inkább egy kicsit melegebbre hűljön majd ki, tehát egy olyan 40-50 fok közé. Én ezt úgy szoktam ellenőrizni, hogy időnként beledugom az ujjamat, és amikor már úgy érzem, hogy benne tudom tartani az ujjamat, nem kell kikapni, az már jó. De most a kedvetekért majd egy hőmérővel is megmutatom, hogy az hány fokos. Kihűlt a tej annyira, hogy nekem jó, már az ujjamat bele tudtam dugni. Most itt már 40 alatt vagyunk ráadásul. 41, na, és csak 41. Ez olyan jó meleg tej. És innen már nem is kell tovább hűteni, készen áll arra, hogy joghurt legyen belőle. Az előző joghurt készítésnél félretett kis joghurttal fogom ezt most beoltani. Ugye nyilván először még nincs ilyenünk, először a boltba kell vásárolnunk egy élőflórás joghurtot, és azzal el lehet indítani ezt az egész folyamatot, akkor vettél utoljára joghurtot a boltba, utána már mindig lesz. És ugye látható, hogy a joghurt nagyon gazdaságos, mert amennyi tejből készíted, annyi joghurtod lesz. És mindig tudsz készíteni, amikor elfogy, csak egy kis jó minőségű házi tej kell hozzá. És ez nem csak ugye, joghurtként nagyon finom, hanem aztán lehet ezt fokozni gyümölcsjoghurt, vagy egy jó joghurtorta alap, úgyhogy számtalan felhasználási lehetősége van. Most itt azt látod, hogy elkeverem a meleg tejben azt az előző kis joghurtot. Annak a mennyisége az másfél deci volt, de mindegy, mert a maga baktérium törzs az benne van, ennél kevesebbe is. Nekem ennyi volt, úgyhogy ennyit bele is kevertem. Ezután csak széttöltöm üvegekbe. Remélem ügyesen. És azt sem nagyon számoltam ki, hogy ebből majd hány üveg lesz. Lesz, amennyi lesz. Nagyon hozzávetőlegesen dolgozom. Azt szeretném inkább megmutatni, hogy nincs szükség mondjuk speciális joghurt készítő gépre, mert azt mi is meg tudjuk otthoni körülmények között valósítani, amit egy ilyen gép kínál. Itt van egy nagyobb darab, ezt is átsegítem. És akkor látható, hogy elég ügyesen gondolkodtam, mert lesz egy ilyen fél üvegnyi, ez nagyon jó lesz a következő joghurthoz,
Én azt gondolom, az elég is, és akkor ezeket még itt szétosztom azokba, amikbe kevesebb jutott. Na, ezután kell a joghurtnak meleg helyre menni, ami szerencsés esetben még egy kályha teteje is lehet. Nálunk télen a kályha tetején szoktak pihenni, megalvadni a joghurtok, de nagyjából egy 6 órára van szüksége. Na, igen, az az egyik a teteje. 6 órára van szüksége ahhoz a folyamathoz, hogy ez úgy megszilárduljon. Ezért beteszem őket egy ilyen nagyobb lábosba. Így. Vizet, meleg vizet öntök köréjük. És amikor a meleg vizet úgy nagyjából a derekukig ér, akkor lefedem, és 6 óra múlva a kész joghurtokat kiveszem a lábosból, és beteszem a hűtőbe. Ez ilyen nagyon egyszerű. Úgyhogy ajánlom, használjátok ezt az egyszerű receptet, és készítsetek joghurtot.